Az idei sorrendben 11. nemzetközi gazdasági vásáron az idegenforgalomra fektetik a hangsúlyt, vagyis Szabadka és Palics turisztikai kínálatára, emelte ki Szerdján Szamárdzsics, a Szabadkai Városi Tanács idegenforgalommal megbízott tagja. A cél Szabadka idegenforgalmi lehetőségének a bemutatása, és természetesen a Palicsé, hiszen rónaságunk gyöngyszeme. A vásáron való részvétel iránt az idén is nagy az érdeklődés, de még van szabad hely azon vállalkozók számára, akik részt szeretnének venni a kiállításon. A részvételi díj az idén sem változott, hangsúlyozta Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok Közvállalat igazgatónője. Azok pedig, akik a hétvégéig jelentkeznek, kedvezményben is részesülnek. Az árak változatlanok maradtak, évek óta nem emeltünk rajta. Azzal, hogy az idén kedvezményekkel egészítettük ki azok számára, akik előbb, vagyis még ezen a héten jelentkeznek résztvevőnek a kiállításra. Az elmúlt években a gazdasági vásár nagyban hozzájárult a régió gazdasági fejlődéséhez, hangsúlyozta Karai László, a regionális gazdasági kamara szakembere. A gazdasági környezet javulása abban is megnyilvánul, hogy a cégek és a jogi személyek mennyire hajlandóak új cégeket alapítani. Tehát itt is egy olyan adatunk van, amely növekvő tendenciát mutat, és pedig a 2015-ös adathoz képest, amikor 609 új cég lett alapítva a Szabadkai város területén, addig 2016-ban ez már 720 új jogi személyt jelent. A Szabadkai Nemzetközi Gazdasági Vásárra az idén is ingyenes lesz a belépés, a résztvevők számára pedig szakmai előadásokat is szerveznek.